Meó. Meó. Na. Ez egy kései csölvétel lesz úgy bizony, dá, mivel egyébként szobat van, dá. Más az egyébként nagyba bassza a buliba a piszt. Én pedig nagyba okosítom a népet, tanítom a népet. Máma egyébként egy főszerkesztő, de az is főszerkesztő. És tovább fönn van, dá. Még nem alszik, dá. Hogy lényeg, de... Szevasztok, csákány, úgy bizony, de... Nagyban nyitom egyébként most már az ötödik doboz borsodi bíba. Haj, de ez borsodi bíba is sörömet. Az ötödik doboz, de... Na. Hogy lényeg, de... nagyon sokan egyébként mondták, hogy ne csak ezen... Nyitok jó kis sőt. Tehát ne csak ezen... Hogy ne csak ezen falak között, tehát a szobába... Ő csináljam a fölvételeket. Nyugi, sztolj, állj! Lesztek természetesen egyébként kinti fölvételek is, de... Tisztelt nép. De... Hónap, vasárnap, tá? Vásárnap, régebben vásárnap, tak hitták, de nagyba, például, és mindjárt mondom, tehát lesznek a nagy csádám főszerkesztő, mert nagyba lesznek egyébként szabadtéri fölvételi csidájuk is, de. A csülényeg. Néhány barom már ilyenkor fűt. Fölösleges, mondtam egyébként nagyba anyámnak is. Jó, most már nagyon régen egyébként, tehát ez lesz a sokadik, de ez is sokadik, de! Sokadik év. De. Papír. És ilyen dolgokat dobálnak például ki a zöldségesbe, bazd meg. Ilyen. Cukkini. Jajjá. Novemberben bazd meg, a zöldségesnek a kukájából ilyen szőlőt veszek ki. De. Na. Szegénység van? Nincs. Jó kis fű. A tényleg, de, hogy... miről is hosszú, hogy... De hát... Mi is tudom, már hunyt tartottam, hogy elvesztettem a vőzér fónalat. Nagyon sok marha befűt ilyenkor már. Ugye ez egy ilyen kis szoba, ahol én vagyok. Van egy ilyen kis kályha. Itt, de. Sajnálom, de, hogy mondtam egyébként a mutának, nem lesz befűtve. Azt mondta, hogy kifagy a szoba, mert hogy híze. Nem. Spórulunk, hogy tömb maradjon, piára, sörre, cigire, stb. Spórulunk, bazd meg. Nem lesz egyébként semmiféle fűtőgető. Legfeljebb, ha mínusz 10 vagy mínusz 15 fok lesz, akkor lehet fölköltözni. Itt vannak a rongyok, bazd meg, ennyi, de... Vá. Ja, vá. Nem lesz egyébként. Nagyon sokan elkölt elkúrják az a jó, vellanyt az kell fizetni, stb. Az igaz. Ha rajta mullan egyébként, akkor gyertya lenne. De ez is gyertya! Gyertya, arra se költ egy pénzt, na de ne. Tehát, egy kicsi sztoly álljon, vissza az alapokhoz. Másik nagyon fontos dolog, háborúra való fölkészülés. Úgy, hát... Például sokáig, de... ugyebár, hogyha... kérdezték egyébként már tőlem így nagyba egy privát csrövelezésbe, tehát privát levélbe, hogy... De,
mi van akkor, Bartos, de hogyha mégsem decemberben lesz egyébként a harmadik világháború, mert elhúzódik. Hát akkor bévallom egyébként őszintén, hogyha mostan decemberben nagyon már feszültek a csállapotok, de fű. Ha mégsem most lesz, akkor gyakorlatilag csalódni fogok magamba is. Ha? Én szerintem nincsen sok idő, és egy valaki kérdezte egyébként, de a kocsmába, ki nézi a csidájaimat. Még hét közepén kérdezte egyébként, és hogyha lészen tényleg, akkor nem vagyok beszarva? Tehát, hogy hogyan készüljünk? Mondtam neki, hogy miért lennék beszarva? Hát aki egyébként beszarik, az a hadvezér, bazd meg. Aki úgy megy a csatába, hogy úgyse fogjuk megnyerni, az vegye le a sapkáját, szarjon bele, és tegye föl a sapkát a fejre. Így nem lehet egyébként kiindulni, de... Na, kicsit megszaporázván egyébként a doka, és de... Kocsmába mennek a legjobb szövegek. Mostában nem sokat járok egyébként kocsmába, inkább megveszem magamnak a piát, meg van még borom, terjesztem a Bartos 1005, meg van még egy szöleje! Szöleje borom, de... Szakrének, hogy... Például sokáért... Egy fizikai állapot. Hogy... Fizikai állapot nagyon fontos a háborúban. Igen. Mondta egyébként nagyba... A Bandi bácsinak is, mert ő már háború után született, mert mondta, hogy 49-ben, de... He? Azt mondta, hogy fontos a fizikum is. Igen, de mondta nekem, hogy nagyon fontos, mondom, a fizikum, az való igaz, de... Viszont... két példát tudok egyébként mondani. Volt egy fickó, kínai, meg kering itt egy légy, majd jó lesz, mindjárt lecsapom. Hús a lámpa körül, köring egy kis légy, jaj, de finom kis húsi. Volt egy fickó, 22 esztendőssel halt meg, vagy 21, vagy 22 éves volt. Úgy hívták, hogy Bruce Lee. Volt talán 60 kiló vasárgyal, bazd meg, de... Az egész világot széjjel picsázta, tehát gyakorlatilag egy tiszta izom volt a csávó. Ki volt gyúrva, bazd meg. Olyan izmai voltak állítólag, ahogy hallottam, megnéztem egy filmet is. Jó múltkorában, ura. Mint a beton, bazd meg. Egyetlen fájdalom csillapító, tudod, utána lehet nézni, Bruce Lee. Egyetlen a 80-as években halt meg, ha jól tudom. Ő 25 pár éves korában, 1-2 éves korában. Bazd meg egyébként, egyetlen fájdalom csillapítótól meghalt. Akkor ki a tápos, bazd meg. A másik. Mostan egyébként olvastam, nagyban a csíregbe, na majd ez a következő rész, hogy valaki egyébként, bazd meg, de... Csak közben nézem a csamerát, hogy evett egy mesztelen csiget, és bekómát és meghalt. Egy mesztelen csiga elvésítő. Hát bazd meg egyébként az ilyenekkel nem lehet egyébként mit közelni. Hát gyakorlatilag én több ezer csigát megettem, mégis egyébként itt vagyok, mind a cövek, állok, mind a beton. Na, majd a következő harmadik.